Lecsengőben van a járvány, napról napra csökkennek az esetszámok és nő a gyógyultak száma. Ezt Galgóczi Ágnes mondta az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője azt nyilatkozta, hogy a 19. héten a szennyvizekben mért koronavírus koncentráció országosan enyhe csökkenést mutat. Tegnap óta a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 408, a kijárási tilalom megszegése miatt pedig 78 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek hazánkban. A koridorokon 28 rendőrintézkedést hajtottunk végre, így 17.241-re emelkedett a Magyarországon személyforgalomban történő tranzitálási szabályok megszegése miatt végrehajtott rendőrintézkedéseink száma. Tovább csökkent a hatósági házi karanténban lévő személyek létszáma, 16.088 a mai adatunk, a tegnapi napon 1723-at rendeltünk el. Az elmúlt 24 órában 382 új fertőzöttet regisztráltak, és elhunyt 64, többségében idős, krónikus beteg. A kórházakban ápoltak száma jelenleg 2197 fő, ebből 251-en szorulnak lélegeztetőgép segítségére. Galgóczi Ágnes járványügyi osztályvezető elmondta, ezen a héten a házi orvosok, a Sinopharm, a Janssen, valamint a Moderna vakcinákkal oltanak a praxisokban. Ma is folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 éves korcsoportnak az oltása a kórházi oltópontokon. Kérjük őket, hogy ne felejtsék otthon a szülői beleegyező nyilatkozatot. Korlátozott mennyiségben még lehet időpontot foglalni a Sputnik vakcinára, illetve az AstraZeneca vakcinára, szintén az oltópontokon. Egy kevés Pfizer vakcina is rendelkezésre áll azon regisztráltak részére, akik SMS-ben értesítést kaptak. Ma 334.620 adag Pfizer oltóanyag érkezett Magyarországra, ebből az első és a második körös oltások is folytatódnak.